Jeles újpestiek, újévi beszéd, ifjú sportolók díjazása és könnyed dalest. Újévi fogadás a Polgárcentrumban. Már hagyomány Újpesten, hogy a polgármester újévi fogadást ad a város kiválóságainak, lokálpatrióta vállalkozóinak, művészeinek, sportolóinak az év első napjaiban. Idén, január 12-én került sor az eseményre a Polgárcentrumban. Az est a polgármester köszöntőjével kezdődött, amelyben Wintermantel Zsolt az újpesti közösség erejét méltatta, beszélt a tavalyi év eredményeiről és az idei esztendő terveiről is. Beszélt a kommunikáció, a párbeszéd jelentőségéről, és kiemelte, milyen fontos a közösség összetartó ereje, és milyen fontos, hogy meg tudjuk becsülni a hétköznapokban is, hogy békében és biztonságban élhetünk. Beszédében említést tett arról is, hogy Újpesten a sport kiemelten fontos ügy, és hangsúlyozta az UTE baráti kör által alapított, ifjú újpesti sportolóknak adományozott díjak az elért teljesítmény mellett fontos üzenetet is hordoznak, az UTE hagyományainak őrzését, a klubhoz tartozás erősítését. Szavai után az UTE baráti kör elnöke, Borse Gábor állt a színpadra, és hirdette ki a kategóriák győzteseit, akiknek Wintermantel Zsolt mellett Fericsán Kálmán, az UTE baráti kör elnökségi tagja adta át az emlékplaketteket. Az idén először átadott csapatember kitüntetést a szavazatok alapján a röplabdázó Hajós Alíz kapta, a hölgyek versenyét a sportlövő Dénes Eszter, az urak vetélkedését a dzsúdós Pongrácz Bence nyerte. A díjátadó után Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor színművészek verssel, sanzonokkal, operes slágerekkel szórakoztatták az egybegyülteket, majd kocintással és fogadással zárult az este. Wintermantel Zsolt beszédét teljes terjedelmében vágatlanul láthatják adásunk egy későbbi részében.